kezdőképen a názsasi család címere volt látható. A grófi rangra emelt Schmidtik család az 1730-es években szerezte meg a sárdadányi uradalmat. Ekkor építette a jelenlegi kastély előzményeként itt állt barokk udvarházat. A birtokot és a lakhelyet 1851-ben adták el gróf Nádasdy Lipótnak, aki Vas megyéből költözött ide. A birtokszerző fia Nádasdy Ferenc és felesége gróf Zichy Ilona megbízásából Linzbauer István tervei alapján új, angol, Tudor stílusú kastély épült fel 1873 és 1876 között, tehát 3 év alatt. Közösen alkották meg a kastély terveit. Gróf Zichy Ilona 1873-ban, alig az alapok lerakása után meghalt. Házasságukból 4 gyermek született, ebből 1 meghalt. A halálát követően Nádasdy Ferenc megvalósította közös álmaikat, úgy, ahogy együtt elképzelték. Nádasdy Ferenc többet nem tudott. Az ősök csarnokában a megmaradt testmények, illetve fényképek alapján rekonstruált képek kerültek vissza. A II. Világháború végéig elsőként az építtető fia Tamás és családja, majd annak legidősebb fia Ferenc és hozzátartozói éltek a kastélyban. Utóbbi 1907-től 1944-ig. Itt lévő bútorok közül mindössze 4 eredeti. Tekintettel arra, hogy a II. Világháború után a bútorokat széthordták. Ezért a hiányzó bútorokat eredeti korhű bútorokkal pótolták. Thank you.
Thank you.